Mezőgazdasági témával folytatjuk. Elkészült a családi gazdaságokról szóló új törvénytervezet, amelyet a napokban nyújtanak be a parlamentnek. A javaslat további kedvezményeket biztosít az érintetteknek. Így például csökkennek az adóterhek, egyszerűsödik az adózás, szervezeti szempontból pedig három kategóriát hoznak létre: az őstermelőket, az őstermelők családi gazdaságát, valamint a családi mezőgazdasági társaságot. Már is jönnek a részletek Tita Nilától és vendégétől. Nagy István agrárminiszterrel beszélgetek a következő percekben. Jó reggelt, miniszter úr! Jó reggelt kívánok! Valóban elkészült ez a törvény, hamarosan a parlament elé kerül, és a tervek szerint január 1-én ez hatályba is fog lépni. Ez a három új kategória, ez mit akar, és erre miért volt szükség? Azért volt szükség, mert majd negyed százados az a törvény, amellyel az őstermelői tevékenységet támogattuk és segítettük. Be kell vallani, a 21. században ez már elavult, új támogatási formákra van szükség. Ráadásul, ha azt szeretnénk, hogy a vidéki megmaradás, a generációváltás, a családi gazdaságok növekedése bekövetkezhessen, akkor muszáj támogatásokat biztosítanunk, muszáj volt újra gondolni a családi gazdálkodásnak a lehetőségeit. Ezek zömmel adminisztrációs egyszerűsítéseket akarnak, és adókedvezményeket akarnak. Minden kedvezmény magasabb, mint ami a korábbi őstermelői tevékenységnél volt. Hiszen ez azt jelenti, hogy 1 millió forintra emeltük fel 600 ezerről azt a kategóriát, ahol már még csak adminisztrációt sem kell folytatni, semmilyen bejelentési kötelezettség nincsen. Aztán felemeltük 8 millióról 19 millióig azt a lehetőséget, ahol az átalányadózást választhatják a gazdák. Tehát olyan lehetőségeket tudunk biztosítani számukra, amely végtelenül fontos. Az őstermelő családi gazdaságnak pontosan az a szerepe, hogy hogy tudja életszerűvé tenni azt a gazdálkodást, amely volt, hogy a nagymamát, az unokát, a férjet, feleséget össze tudjuk vonni. Nem kell ennyi őstermelő igazolvány, hanem a valóságot tudjuk leképezni, és tudjunk olyan kedvezményeket biztosítani számukra, amely használható. És az őstermelői családi gazdaság, ez mintegy 80 millió forintig biztosítja számukra azt az átalányadózási lehetőséget, amellyel élni lehet. Azt hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség, amelyre korábban nem volt példa, és teljességgel igazodik ahhoz a rendszerhez, ahhoz az életszerűséghez, amely kialakult ma már mindenütt. Az a célunk, hogy a fiatalok, amikor döntenek, hogy itthon maradjanak vidéken, folytassák a szülei gazdaságát, vagy bemenjenek városba, kereskedelmi szolgáltató szektorban, iparban dolgozni, akkor legyen olyan nyomós érv, akár gazdasági oldalról nézve is, hogy a vidéki létet válasszák. Láthatjuk ebbe a koronavírusos időben is, hogy mennyire fontos az agrár és élelmiszeripar. Hiszen itt föl kell kelni minden reggel, meg kell etetni a jószágot, vetni kell, amikor vetni kell ahhoz, hogy aratni lehessen, mert a mindennapi kenyérnek ott kell lenni az asztalon. Ugyanakkor ez nem egy könnyű munka, és mindaz a szabályozási rendszer, amely korábban volt, az elavult volt, nem szolgálta azt a lehetőséget a fiatalok számára, hogy döntsenek és maradjanak a gazdaságban. Azt is látjuk, hogy előregedőben van az agráriumban dolgozók. A kulcskérdés a generációváltásnak a kérdése, és ezért kell egy olyan szabályozó rendszert, egy olyan kedvezményes rendszert biztosítani az ő számukra, amely azt segíti, hogy úgy döntsenek, hogy maradnak, és viszik tovább ezt a gazdaságot. Ezek a kedvezmények és új elemek az őstermelői rendszernek a szabályozásában, ezek milyen lehetőségeket teremtenek az ágazat szereplőinek, a családi gazdálkodóknak, őstermelőknek? Azt a lehetőséget, hogy egyrészt jóval kevesebb adminisztrációval kell folytatni, jóval több pénzt tudnak adómentesen a családi gazdaságba tartani. Kiegyensúlyozottabb, biztonságosabb rendszert tudunk építeni. Hogyha így valaki számol és azt nézi, hogy 20 millió forintig van esélye arra, hogy átalányadózást folytasson, és az nagyon az ő számára azért mégiscsak egy biztos bevételt tud jelenteni, ez egy fantasztikus lehetőség. Ráadásul kiegészítjük azzal, ami egészen életszerű, és megint csak a megmaradást, a vidéki megmaradást segíti, hogy a mezőgazdasági alaptevékenységből származó jövedelem 25%-áig
ugyanolyan kategóriába esik más tevékenység is. Azaz elő lehet szedni a vendégasztalnak a kérdését, az idegenforgalmat, mindazt, ami egy vidéki gazdaságnál vonzó lehet, ami más bevételi forrásokat is lehetővé tesz. Ez az, amivel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a család ne csak egy tagja, hanem a család minden tagja megtalálja azt a lehetőséget, amellyel megélhetését tudja biztosítani. Miniszter úr, egy másik téma, tegnap egy a baromfitartókat érintő örömhírt osztott meg a közösségi oldalán. Mi ez? Így van, nagyon nagy küzdelemben, nagyon magas állategészségügyi munka mellett sikerült Magyarországot a madárinfluenzától mentessé tenni. Ezt a munkát ismerte el Japán, és innentől kezdve Japánban szállíthatók a baromfi termékek Magyarországról, tehát újraindulhat a baromfi export Japánba, ami egy nagyon kiváló piac, és a baromfi ágazat számára már nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt sikerüljön elérni. Azt hiszem, hogy mutatja ez a sikeres küzdelem a magyar állategészségügyi nívót, mutatja azt az állhatatos küzdelmet állatorvosok és állattenyésztők között, azt az együttműködést, amikor mind az állatorvos, mind a tenyésztő tudja, hogy együtt kell működni, tudja, hogy áldozatot kell hozni, tudja, hogy nagyon nehéz küzdelem, de megéri, hogyha a végén mentessé tudjuk tenni az országot. Ez az állattenyésztésbe sikerült, ezért van az, hogy megindulhat Japánba a baromfi export. Nagy István agrárminiszternek köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget.